Sziasztok, én Vera vagyok, ez itt a Kávé és Smink YouTube csatorna. Elhoztam nektek a színes smink sorozatom második részét, amiben az ezüst színű sminket fogjuk kipróbálni. Ezt a sminket csináltam a mai videó alatt. Tartsatok velem, nézzük meg a videót, hogy hogy sikerült összehozni ezt a sminket. Iratkozzatok fel, légy a csatornámra, hogy ne maradjatok le a többi videómról. Nyomjatok nekem egy lájkot, ha tetszett a videó, és írjátok meg léci kommentben, hogy mi legyen a következő szín, amivel foglalkozok. Köszönöm szépen, nézzük meg együtt a videót. Puszi! Kezdjük is el akkor ezt az ezüst színű sminket. Összeszedtem hozzá a cuccokat, amiket használni fogok. A Revolution Tasty palettájában találtam egy matt szürke színt, ami szerintem nekem most jól fog jönni. Mégpedig ezt itt, ez egy ilyen szürkés, egy picit barnás, de szerintem ez pont jó lesz nekem. Alapszínnek szerintem fogom használni ezt a foam árnyalatot. Úgyhogy az a kettő lesz, és ami az ezüst színünket fogja adni, az van egy ilyen Natasha Denona folyékony szemhéj festékem. Ez nagyon brutál, nagyon szépen megköt. Ilyen, hát nagyon csillámos, glitteres, nagyon szép cucc. Úgyhogy ezt fogom használni. Utána fogom megcsinálni az alapozást, mert én mindig úgy szoktam, úgyhogy most megcsináljuk a szemhéjfestést. A szokásos szemhéj alapomat fogom használni, a Wet n Wild-nak a Photo Focus Eyeshadow Primerét, közben itt van a tükröm, úgyhogy nekifutok. Kíváncsi leszek rá, mert ilyen full ezüst sminket én még nem csináltam, úgyhogy ez most tök jó, hogy így a színes smink sorozatban benne van, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni. Nagyon ezüstösnek gondolom, vagy hogy mondjam, ezzel a szemfestékkel, ezzel nagyon ezüstös lesz, mert ez nagyon, nagyon-nagyon fullosan szép. Ahogy a kezemen néztem, ez ha odaköt, ez ott marad, hát Natasha Denona, nyilván jó minőség. Úgyhogy arra számítok, hogy nagyon jó lesz. Közben az ecsettisztítómat vadászom. 5. Felviszem ezt a sima testszínt alapnak. És utána a mélyítő vonalba felviszem a kis szürkémet. Nem akarok sok színt használni, mert ugye az aranyszínű sminknél is az volt a lényeg, hogy minél kevesebb színt használjak a szememre, úgyhogy megpróbálom azt csinálni, amit ott, hogy minél kevesebbet használni. Egész szépen felveszi ezt a színt az ecset, óvatosan felviszem a mélyítővonalamba, és elkezdem elsatírozni. Nem akarom nagyon sötét ezüst színre, vagyis szürkére, de azért legyen neki színe, úgyhogy óvatosan próbálom építgetni a színt. És olyan színt kerestem, ami nem feltétlenül ez a koromszürke, hanem ilyen pici barna is van benne. Megnéztem az ilyesmi színt. És ez tetszett meg a legjobban, úgyhogy elég krémes a tapintása ennek a színnek ebbe a Revolution-os palettába. És szerintem egész szépen pigmentált is. Úgyhogy szépen lehet vele dolgozni szerény véleményem szerint. És lehet építgetni a színt, ami szerintem tök jó, mert nem szeretem, mikor olyan bum, hogy rögtön ott van, és nem bírod visszahozni. Váltok egy nagyobb fejű, lazább ecsetre, kitisztítom erre a puffy ecsetre, és ezzel is átmegyek rajta, hogy még halványítsam, majd építem, ha kell. Kíváncsi leszek, hogy fog kinézni a végén, mert van egy elképzelés a fejembe, aztán majd meglátjuk, hogy az mennyire hasonlít a végeredményhez. Egyébként az aranysminkes videó alatt lett megszavazva ez a smink, úgyhogy köszönöm szépen annak, aki megszavazta, mert nagy segítség, hogy nem nekem kell eldönteni, hogy melyik legyen a következő. Tudom, hogy elég sokára jött ki ez a videó, de nagyon sok ötletem van, és ha mindet feltölteném, akkor egész nap itt ülnék, videóznék nektek, és minden nap lenne videó.
Úgyhogy arra azt meg nyilván nem tudom megcsinálni. Igen. Beviszem egy kicsit ide a külső bérészbe is. Majd, ha nem lesz rá szükség, majd akkor megint csatírozok egy sort. Fú, ez nagyon dögös lesz. Igen, szóval így nézünk ki most. És akkor jöhet ez a folyékony csoda. Hát kíváncsi leszek rá, mert hogy én ezt amikor elkentem a kezemmel, magával az applikátorral kentem el. Nem egy másik ecsettel, de lehet, hogy most fogok egy lapos fejű ecsetet, és azzal fogom leszedni az applikátorról, mert nagyon sok van rajta. Úgyhogy lehet, hogy így fogom csinálni. Ugye a szemhéj alapom az, ez elég jó, meg szokta fogni ezeket a dolgokat. Na hát ez aztán ezüst. Wow! Kíváncsi leszek, hogy le fog-e peregni. Mert ez aztán ezüst. Fú, de rosszul látom ezzel a szememmel. Jaj, de nagyon gyönyörű színű. Szerintem nagyon szép. Ez baromi pigmentált, ez a Natasha Denona festék. És... szerintem könnyű is vele dolgozni, legalábbis ahogy én érzem. Eddig így nézünk ki, még fogok rajta satírozni. Szerintem bőven elég így. Ilyen. Fogok rajta még satírozni egy kicsit, úgyhogy nem lesznek ilyen élesek a vonalak, csak meg akarom várni, amíg megszárad. És utána, hát remélem, hogy nem fog peregni, mert azért elég nagyon jó néz ki. Szerintem én ezt gondoltam ilyen ezüstös fullsminknek. Egyébként a videó után megyek a postára, úgyhogy biztosan lesz csodáló táborom. Ha megszárad, utána satírozok a szélén. Nekem nagyon tetszik, olyan szép. Tehát, Na, most egy üres ecsettel akarok satírozni rajta, hogy a szélét. Minden egy kicsit eltologatja az ecset a csillámokat, úgyhogy mindenhol csillogni fogok. Már szín nem fogok felvinni, mert úgy látom, hogy ez szépen eldolgozza a szélét, szerintem még nem kötött meg teljesen. Úgyhogy így felvittem a csillámokat a matt részre is, úgyhogy nagyon szép átmenet lett. Oké. Szerintem, tehát ilyen lett, így, hogy átsatíroztam az ecsettel, és baromi jól néz ki, hogy ott fönt. Tehát a matt részen is van valamennyi csillám. Ugye a külső V-be megvan a sötétítésem, úristen, de jól néz ki. Nagyon tetszik nekem, én imádom az ezüst színt, ugye az ékszereim is mind ezüstök. Úgyhogy én ezzel a színnel nagyon jól el vagyok. Szóval, most megcsinálom az alapozásomat, és aztán jövök vissza.
Készen vagyok az alapozásommal, most befejezem a szememet, mégpedig az alsó vízvonalra fogok felvinni, vagyis hogy az alsó szempilla sorba, ugye befejezem ezzel a szürkével, egy lapos ecsettel, viszek fel ebből a színből, hogy összekössem az alsó részt meg a felsőt. Ezt a szürkét, ezt nagyon krémes, tényleg nagyon tetszik egyébként. Aztán satírozunk egy kicsit. A sarkainál, meg a szélénél. Elsatírozáshoz ezt az alapszínt használom, amit az elején felvittem, ezt a testszínt, mert a széleit egy kicsit el akarom halványítani. Szóval befejezem a szememet itt, egy kicsit rámegyünk a korrektoros pufival, mert ez a vonal nem akar éles lenni nekem. Ez, a szivacsban csak annyi korrektor van, ami magától van benne, és ez bőven elég nekem arra, hogy ezt a foltot innen eltüntessem, mert ott a kamerában nagyon foltosnak tűnik, de élőben egyébként nem. Ami nagyon érdekes, mert nagyon foltosnak tűnik, pedig nem az. Úgyhogy a korrektoros ecsettel rámentem, meg lehet, hogy átsepregetem az alapozós szivacsommal is. Szivacsommal? Ecsetemmel. Nem tudom, hogy miért tűnik annyira foltosnak, pedig élőben nem az. Lepúderezzük a kis korrektor segítségünket. Igen, a sötét színekkel azért nehéz dolgozni úgy, hogy az szép is legyen, szóval egy percig nem mondom, hogy ez könnyű téma, ez az ezüst színű smink, hogy az úgy is mutasson, ahogy az ember szeretné, azért azzal meg kell dolgozni. Mivel a szemöldökömre is rátrunnyogtam, egy kicsit így megcsináljuk a sarkát. A szemöldök csontomra fogok felvinni highlight színt, mégpedig a Wet n Wild-nak ezt a rózsaszínű, nagyon világos highlighterét, úgyhogy megkeresem a szokásos kis highlighterzős ecsetemet, ezt a kis pufi fejűt, és ebből viszek fel a szemöldök csontom alá, hogy kivilágosítsam ezt a részt. Ennek a highlighternek van egy kis rózsaszínű fénye, ami nagyon feldobja ott a szemöldök csont alatti részt. És én nagyon szeretem. Viszek belőle a belső szemzugba is. Bőségesen, hogy világítson az a rész ott. Szeretem ezt megcsinálni szinte minden sminkemnél, mert nagyon sokat dob rajta, ha a belső része szépen ki van egy highlighterrel világosítva. Nekem szerintem nagyon sokat dob. Úgy látom, hogyha sokat bizgerálom ezt a Natasha Denona-t, azért elkezd peregni, szóval gyönyörű szép a színe, de ne bizgeráljuk sokat, mert azt nem szereti. Az alsó szempillasorom is megvan. Most szemceruzát fogok elővenni, mert most hiányolom a vízvonalamról a szemceruzát, úgyhogy mivel van egy Marc Jacobsosom, ami baromi tartós, így ezt fogom most használni, hogy ne legyen napközben gond a szemsminkemmel. A felső vízvonalamat is kiceruzázom, hogy kihúzom a ceruzával, meg az alsót is.
Brutális lett ez a smink. Közben nem nagyon tudok ám dumálni, mert félek, hogy kibököm a szememet. Az biztos, hogy a felső vízmalamnak nagyon jót tesz, az alsónak is egyébként, mert kellett oda ez a szemceruza. Szerény véleményem szerint nagyon kellett. Na most, jöhet a szempilla spirál, amihez az Essence-nek a Lush Princess-ét fogom használni. Úgyhogy, most kispirálozom a szememet. Szerintem szempilla spirálból nekem ennyi elég is, mert nem akarom, hogy összetapassza, és ez a szempilla spirál is hajlamos arra, hogyha túlzásba viszed, akkor összepóklábozza a szempilláidat, azt meg én nem akarom. Így ne. Így. Ilyen lett a szempilla. Szerintem szép. Úgyhogy. Most azt nézem, hogy még egy kis highlightot elbírna a belső szemzugom, de lehet, hogy még lökök oda egy kicsit, mert szükség van rá. Aha. Nem tudom, az előbb nem akart megtopadni, vagy nem tudom. Most így a szempilla spirál után úgy érzem, hogy még jöhet. Szerintem jó. Nagyon szép. Jöhet a bronzosító, pirosító, highlighter. Nem akarok túlzásba esni a bronzerrel sem, de azért van rá szükség. A Wet n Wild bronzerét használom, szóval. És érdekes, hogy ennek a bronzernek nem mindegy az ecset. Ez nagyon szépen felveszi, a másik az alig. Direkt azért akartam kipróbálni, hogy hogy viselkedik azzal a másik pufi ecsettel, és azzal nem annyira jól. Azzal nem annyira jól viselkedik. Pirosító, egy kicsit akarok felvinni ebből a barackosabb színből. Pirosítás céljára is ezt az ecsetet fogom használni. Leütögetem a csuklómon, hogy ne legyen olyan brutális. Érdekes, hogy kamerába sokkal többnek tűnik, mint élőbe. Tehát kamerába nagyon durva, élőbe semmi. Nagyon fura. Oké, jöhet a highlighter az arcomra. Mostanában rákaptam arra, hogy egy ilyen kis highlighterezős, kis satírozós ecsettel viszem fel. Erre kaptam rá mostanság. És ez az űrből is látszik. Wow! Nagyon szépen fel lehet vinni ezt a highlightert. Bizony. Igyekszem nem rávinni a ráncaimra, de azért legyen highlighterem. Szerintem gyönyörű szép. Úgyhogy ez így rendben van.
Kellene hozzá valamilyen rúzs. Lehet, hogy most rúzs helyett egy szájfényt fogok használni. Előfordulhat, hogy... Bocsánat. Ez még nem volt meg a fejemben ez a koncepció, viszont ez lehet, hogy jó lesz hozzá. Ez az avonos, ilyen kicsit rózsaszínes, de viszont a számmal majdnem megegyező színű rúzs. Ami fényes. Szerintem ez jó lesz, mert nem veszi el a szememről a hangsúlyt. Na. Szerintem rendben vagyunk. Nekem nagyon tetszik ez a smink, szóval ezüst, ma ezüstös benyomjuk. Úgyhogy én imádom az ezüst színt, úgyhogy nekem ez abszolút, tehát nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy a satírozásom és egyebek nem tökéletes, de ez háztartás is, mint mondtam, ezt én csinálom itthon magamnak. Úgyhogy... A következő tipp, hogy melyik videó legyen, vagy melyik szín legyen a következő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek velem ezt a videót, hogy hogyan csináltam. Iratkozzatok fel, Léci, a csatornára, nyomjatok nekem egy lájkot, ha tetszett a videó, és kérem a tippeket, hogy milyen legyen a következő színű smink. Én ebbe egész nap el leszek, nekem ez nagyon tetszik ez az ezüst. Köszönöm, hogy itt voltatok, millió puszi nektek, sziasztok!